Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Mike soron következő adása, én Bors Richárd vagyok, mai vendégem pedig, mondhatjuk így is, hogy ifjabb Sell József grafikus művész és vadászati festőnek a fia. Mivel tegeződünk, szervusz. Szervusz, Richárd. Örülök, hogy ellátogattál hozzám. Arra kérnélek először is, hogy mesélj egy kicsit a 20-as évek végéről, amikor is édesapád tusrajzaival a nyilvánosság elé állt. Úgy is kérdezhetném, hogy ez miként kezdődött ez a korszak? Minek utána édesapám halála, akkor én mindössze 20 éves voltam, ezért ugye erről a témáról csak úgy tudok mesélni, amit én is hallottam szüleimtől, testvéreimtől, hogy hogyan is kezdődhetett apámnak a pályafutása. Ő tulajdonképpen a szülők által már korán felfedezett rajztehetséggel rendelkezett, és nagy sajátossága volt, hogy igen jó memóriával rendelkezett, és nagyon szerette a részleteket. Tehát igen fiatalon már a ceruza rajzaival, ahogy megörökítette a madarakat és a kisvadakat, már nagyon törekedett arra, hogy minél több részletet emeljen ki. És megvan a birtokomba egy kép, amit 1916-ban, tehát 16 évesen rajzolt, akkor már egészen vékony tollal tus rajzot készített. Tehát gyakorlatilag nagyon korán rátalált arra a technikára és arra a kifejezés módra, ami a későbbiekben is őt jellemezte. Tehát a számára fontos részletek kiemelése a rajzon, az őt mindig nagyon inspirálta. Ugye ez abból is kitűnik, hiszen a Széchenyi Zsigmonddal nagyon jó kapcsolatot ápoltak, hát hiszen ennek több könyvét is illusztrálta. Így van. Szinte egybefort a közös munkájuk. Igen, na most az ő barátságuknak a életük során több lépcsőfoka volt. Talán röviden említést tennék arról, hogy a szülők, Széchenyi Viktor és az én nagyapám Sell József, mindketten császári és királyi kamarások voltak. Tehát a bécsi udvarba részesültek testőri kiképzésbe, amit közösen hajtottak végre, illetve estek át ezen a kvázi kiképzésen. Tehát, mint császári és királyi kamarások, ők életük fiatal korától kezdve jó barátságban voltak. Hát innen datálódik aztán a gyermekeik jó barátsága is. Ami apám vonatkozásába úgy említhető meg, hogy talán 5-6 éves korukban először már egy közös nyaralás során az Adrián, hát összemelegedtek, hogy úgy mondjam. A Széchenyi Zsigmond testvérei, Irma és Sára, vagy Sári inkább, jó barátságot kötött már akkor apámmal és az ő nővérével, Mízával, tehát ez már meghatározó volt a későbbiekben is. Itt a közös munkáról van esetleg valami emléket, be tudsz valamit? Hogy érted a közös munkát? Hát ugye a Zsiga bácsi, illetve édesapád közös munkájáról. Hát nekem nagyon sok emlékem van, de az már egy sokkal későbbi időkből való, amikor ugye 59-ben végre a rossz körülményekből ki tudtak lépni. Egyrészt Zsiga bácsi is kapott a Jókai utcában lakást, édesapám pedig az Andrássy út egybe költöztette a családot, és tudta egyesíteni, ami korábban ugye nem funkcionált, mert apám Budapesten, mint segédmunkás hosszú éveken át dolgozott és járt föl, tehát kevés módja volt velünk a vidéken élő családjával hát együtt tölteni a hetet, tehát csak hétvégeken találkoztunk, míg nem aztán 59-ben össze
egyesíteni tudta a családot, és ettől kezdve a Jókai utca és az Andrássy út közelsége miatt a most már idősként a két barát szinte napi összefutást tudott produkálni, és ugye ettől az időtől kezdődik Mangi néninek a inspirálása miatt a két önéletrajzi regény megíródása, amiben apám hát aktív résztvevője volt az emlékek fölelevenítésének és a rajzok megalkotásának, ami képviselte a könyvnek a hát a illusztrációs anyagát. Ugye az, ahogy elkezdődött, és az Ünnepnapok című kötetekről beszélünk. Igen. Tudunk valamit esetleg a munka folyamatáról, hogy beszélgettek róla? Hogy... Hát ugye én akkor egy 10 éves gyermek voltam. Egy dolog biztos, amire emlékszem, hogy nekem kellett modellt állnom, vagy ülnöm, vagy térdelnem háttal a szobának, mint amikor Zsiga bácsi gyerekkorában nézte a fára kiaggatott madáretetőt. Hát ezt rólam mintázta apám a rajzot, amire konkrétan emlékezni tudok, és az még egy mély nyomot hagyott a emlékezetembe, hogy amikor fölköltöztünk Kajdacsról az Andrássy útra, első alkalommal, amikor csöngettek, és én ajtót nyitottam, ott volt az óriás Széchenyi Zsigmond az ajtó előtt, és kitárta a karjait, és azt mondta, hogy te jó Isten, Józsikám, te pont olyan vagy, mint a nagyapád. Tehát ez az emlék, ez olyan kedves számomra, és annyira megmaradt, hogy ezt tudom elmondani, és azt a sok velünk megosztott vidám kis epizódokat, amit apám rajzolás közben elmesélt nekünk, hogy így, meg úgy volt az annak idején, meg hogy milyen jól át tudja élni azokat a leírásokat, amit a szövegbe ugye olvas, át tudja élni, és bele tudja élni magát abba a hangulatba, amit a szöveg megkíván, és amit hát sokszor átéltek közösen ők ifjúkorukban, amikor együtt tudtak vadászni Fejér megyébe, vagy akár Tolna megyébe együtt Zsiga bácsival. És ezek a rajzok sok egyeztetést kívántak? Tehát sokat beszélgettek erről? Igen, mondjuk hogyne. Ezt Mangi néni is többször emlegette, hogy bizony sokszor össze is kaptak beszélgetés közbe, mert ugyan apám egy nagyon jókedélyű és könnyű természetű ember volt, de Zsiga bácsi nem, úgyhogyha ő neki valami részlet nem úgy alakult, ahogy ő szerette volna, akkor bizony viták alakultak ki kettőjük közt, ami kisebb-nagyobb sértődésekhez is vezetett, ami aztán hamar megoldódott. Széchenyi Zsigmond mellett muszáj megemlítenünk Studinka Lászlót is. Igen. Ő milyen szerepet játszott édesapád művészi pályafutásának alakulásában? Hát nagyon nagy szerepet, mert ő volt az egyike azoknak, akik hát szinte ösztökélték és kitalálták apám számára azt a életutat, ami szinte predesztinálva volt a számára, mert a régi vadásztársai annyira értékelték az ő alkotásait, holott csak egy amatőr szinten volt ő alkotó, de nem győzték kapacitálni, hogy adja le a képzőművészeti alap bizottság, vagy hogy mondjam, milyen bizottság volt az, hogy zsűrizetesse a képeit, hogy kapja meg azt a minősítést, ami gyakorlatilag őt művészé tudta avatni. A képzőművészeti alapnál kapott olyan instrukciókat, amiket neki, ha tudott teljesíteni, akkor
a zsűrizések során előbb-utóbb megkapta az ígéret szerint a grafikus művészi vagy képzőművészi státuszt. Hát erre ösztökélte őt elsősorban Studinka László, Szederjei Ákos, és hát gyakorlatilag Széchenyi Zsigmond is, akinek tulajdonképpen aztán a könyveit hivatásos művészként tudta illusztrálni. Nem árulunk el nagy titkot, ugye, amikor ezt a felvételt rögzítjük, még nem került átadásra az a budapesti emléktábla, az az új budapesti emléktábla, amelyen Sell József neve szerepel majd. Milyen alkalomból és hol lehet majd ezt megtekinteni? Hát a emléktábla elkészült. Az emléktábla már fönt van a falon, ott, ahol a család élt 1959-től kezdve, annak a háznak a bejárata mellett baloldalt van felszerelve a ház falára az emléktábla, amit gyakorlatilag már egy régi tervünk, amit Koncz István barátommal kigondoltunk, hogy a hely, ahol ő a művészeti tevékenységét folytatta, megérdemli azt, hogy egy emléktábla megemlékezzen a helyszínről, ahol ő végezte az alkotói munkáját. És hát egy hosszas engedélyezési procedúra után, ami kb. Fél évig tartott, és hát minden állomást betartva megszületett az engedély, én megcsináltattam a táblát, a tábla föl van szerelve a kapu mellett a falon, nagyon szép lett, zöld színű gránit tábla, aminek az erezete nagyon hasonlatos egy tölgyfának a erezetéhez, tehát mint a vadász motívum nagyon szépen illeszkedik a feladatához. És pontosan hol is található ez a tábla? Ez az Andrássy út 1-es számú ház, ahol ő a képeit alkotta, annak a bejárati ajtaja mellett a falon látható. Bárki, aki arra jár az utcán, feltűnő a falon az emléktábla. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk és beszélgethettünk. Hát én köszönöm a lehetőséget. Apám emlékét mindig szívesen ápolom és őrzöm.